Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy express szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirien számára. Kedves Mirien, köszöntelek téged. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi az ő terve, mit szeretne közölni veled, hogyan tovább. Egy express szerelmi jóslás. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Ő döntéseket hoz jelen pillanatban és a közeljövőben. A lépései lassúak és nagyon óvatos. Figyel mindenre. A háttérben ez a szürke szín, mint egy ilyen felhő, mutatja a félelmeit. Nagyon óvatos. Mi az, ami őt foglalkoztatja, az ő gondolatait és terveit, ez a kép mutatja. Itt is látható, hogy mennyire óvatos és védi magát a külső támadások ellen. Az is lehet, hogy nem engedi azt meg magának, hogy az érzelmeit élje, mert fél attól, hogy ez a párkapcsolat csalódásokhoz vezet, vagy elhagyod őt. De jelenti a támadásokat, a külső támadásokat is. Az ő érzelmeit itt ez a kártya mutatja, a kelyhek, azok a víz elemét tükrözik, itt érzelmekről van szó, ez a három kehely itt mutatja a múltat és a könnyeit. Jelen pillanatban így befele néz, visszahúzódik, a jövőt itt ez a két kehely mutatja, egy párkapcsolat. És nem csak azt, hanem a szerelmet is. Mi az, amit közöl veled? Vagy hogy beszél rólad? Ezt mutatja itt ez a kártya, itt van egy ilyen húzavona. Az lehet, hogy te szeretnéd, ha ő kimutatná az érzelmeid, és lenne köztetek egy tartós párkapcsolat, de ezt ő nem engedi meg, hanem zárkózott, és emiatt van köztetek ez a húzavona, így tudom ezt kifejezni, hogy a képen látható is. Ez az, amit ő kifele mutat, vagy amit veled közöl. De mi a szív üzenet, amit közölni szeretne veled? Mert ez az ő lelkéből jön, az itt látható ezen a kártyán. Az érmék azt jelentik, hogy légy türelmes, várj rá, ez, amit ő szeretne. Azon kívül mutatja az értékeket, te értékes vagy számára, ez a párkapcsolat értékes számára. Ezek az érmék mutatják a föld elemét, és azok a reális dolgok. Tehát amiről ti álmodoztok, az megvalósul, de ő nem sieti el a dolgokat, és kérné a türelmedet. Mi az, amit ő hiányol a párkapcsolatban, hiányol nálad, azt mutatja itt ez a kártya. Ez a lovas férfi tartja a kezében ezt az arany kelyhet, ami a víz elemével áll összefüggésben, és a víz eleme utal az érzelmekre. Ő szeretettel közeledik hozzád, de nem a jelen pillanatban, neki ehhez még időre van szüksége, de kéri azt, vagy elvárja azt tőled, hogy te ezt a kelyhet, az ő szeretetét átvedd, és várj rá, amíg ő döntéseket hoz. Mi az, ami összeköt benneteket? Ezt mutatja itt ez a kártya. A hatos szám
utal a múltra, ezek lehetnek kármikus témák is, de sok mindent lezártok, és lesz itt egy kiút, egy új irány, egy közös életút. Ez már látható, milyen irányban, tehát ő jelentkezik nálad, meg nyitott lesz erre a párkapcsolatra, de mint mondtam, nem fogja elsietni a dolgokat, arra idő kell, amíg áttértek erre a partra, ez egy ilyen átmeneti időszak jelen pillanatban. Én most megkérdezném az Ingát, szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az Inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ő nem szeret téged. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz, igen, ő szeret téged. Kedves Mirien, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!